Na szevasztok és sziasztok, én Salát, aki itt ezzel vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornám, és üdvözöllek titeket a Brawl Stars-ban. De nem vagyok egyedül, mert itt van velem Szilárd. Sziasztok! És már ma azt találtam ki, hogy ugye visszavágózunk, ugye azt csináltuk, hogy ugye lezártunk egy pár karaktert, akivel nem szabadott játszani ugye, vagy hogyha azzal játszott a másik ugye, akkor ugye kapott automatikusan a másik egy pontot. És ezt most úgy fogjuk eldönteni, hogy mennyit szabad lokkolni, hogy kitaláltunk most 4 szót, ami így a Brawl Stars-hoz kapcsolódik, és akkor abból a 4 szóból, amennyit eltalálunk, annyit lokkolhatunk le a másiktól. Szóval max 4-et lehet, hogyha az összeset kitaláljuk, de hogyha nem találjuk ki az összeset, akkor ugye, akkor nem lehet a 4-et lokkolni, hanem csak annyit, amennyit kitaláltál. Viszont akkor kezdjük is el, szerintem. Ja, és amit itt láttok a háttérben, ugye, az csak azért van, hogy ugye lekössön, hogy ne legyen így unalmas így a képernyő, hogy addig legyen valami akció is a háttérben. Na, viszont akkor Szilárd, kezdjél is, akkor mutasd az első szavarat, és akkor megpróbálom kitalálni. Ugye, és az van, hogyha 4-et hibázunk, akkor fel lettünk akaszhoz, szóval 4-szer rossz betűt mondunk, akkor vége. Vagy hogyha rosszat tippelünk be, ugye? Az is csak egy mínusz, szóval hogyha rossz szót mondunk, akkor az is csak egy pont mínusz, akkor nem rögtön kiestünk, hanem az is csak egy pont mínusz. Hogyha valami rosszat mondunk, akkor az egy pont mínusz, és ja, jó betűket kell mondanunk különben. Hogyha 4-szer rosszat mondunk, akkor kiestünk. Na, akkor tudod úgy pontokkal. Az vagy a csillagokkal írom? Nem, csak jó, betűvel. Jó, az egyes az, hogy nekem az első. Várj, az mennyi? Mondtam, hogy space-e, várj, az 1, 2, 3, 4, 5, az 6? 6, igen, 6. Jó, de egybe írja, az a baj. Ja, na S. Nézem. Na. Tessék. A végén. F. Az nincs, várjál, meghúzom az alját. E, az hogy? Hogy érted? Hogy húzod meg az alját? Hát de nekem itt van egy paint megnyitva a Skype mellett, és akkor ott. Értem, de valahogy nem tudod kiírni, hogy például, nem tudom, nincs F. Akkor írtam. Nincs. Na. Igen. Mi van úgy írjam ki, ja, jó, rendben, értem. Várjál. Akkor most egy kicsit gondolkoznom kell. Hát akkor most csak random mondom azt, hogy O. Rendben. Ó, bakker. Akkor E. Ez viszont van. Na, ez az jó. Vagyis hát nem U betű. Mi lehet ez? Srácok, hogyha ti tudjátok, akkor írjátok meg a komment szekcióba. Nekem fogalmam sincs, srácok. Ugye, itt láthatjátok, ugye, itt. Ez az. Mi lehet az? Rácok. L. Most csak így random mondom, mert fogalmam sincsen. Na, L betű van benne. Szerintem nincsen. Rácok. Mi? Nem igaz, hogy még mindig nem találom ki. Nem. Ez mi lehet? Hát. Leve. Leves, nem azt mondom, de nem tudom, srácok, itt tudjátok, srácok, bakker, ezt már ki kéne tudnom találni, de nem segít az, hogy ez milyen kategória, hogy brawler, vagy ilyesmi? Nem brawler. Hát jó, azt gondoltam, de ez mi? Ez mi lehet, srácok? Fogalmam sincs, miért? Leves. Nem magyar szó, csak mondom. Angol? Igen, hát az egész Brawl Star angol, de mindegy. Nincs is ilyen nehezek, hallod, ez mi? Ebből hogy nem találom ki, ez mi? Srácok, fogalmam sincs, hogy ez mi lehet. Ez mi? Na, mondd ezt meg betűt? Még lenne ugye egy próbálkozásom, mert utána már nem akarok tippelgetni betűt, mert akkor ugye csak egy... Hát nem tudom. Hát mi lehet ott középen? Hát egy betű. Egy betű. Hát ott kettő van. Ó, te azt mondtad, hogy mi lehet középen, én meg azt mondtam, hogy betű. Csak egy betű. Aj. Akkor két betű. Fogalmam sincsen, srácok. Ötletem sincs. Valamilyen skin, vagy... Na. Várjál már. Hát srácok, ez nekem nagyon nem megy jó. Mi lehet az? Amúgy nem szabad utána nézni. Remélem, hogy Szilárd nem is fog csalni majd nálam se. Tényleg is fejből. Jó, akkor nem lehet használni a Brawl Stars? Nem. Ja, jó van, akkor nem fogom használni. Nem lehet, hogy rosszul írtad? Nem. A? Ja, vagyok. Ne, inkább ne. Ne, nem mondtam semmit. De, mondtál. Nem. De. Na. Mi? De most miért van még mindig kettő csillag? Mert három volt. Mi? 7 betűből látszok. Egyet nem láttam. Én nem láttad. Ez mi lehet? Hát igen. Ez itt a kérdés. Srácok, nem hiszem el, hogy ez még mindig nem találom ki. Le a be. Talán leaves, ne. Azt gondoltam, hogy leaves. Vagy az a levelek, ugye? Nem. Ezt még nem tipnek mondtam. Gondolkozok, hogy... hát de srácok, ez mi? Nem tudom kitalálni. Hova? Hát azért meg kéne próbálni. De ugye kettő... Hát még egy betűt mondhatok rosszul, a második nem, ugye már kiesek. De még az első sem találom ki, és már 10 perce vagy a felvétel.
Na jó, F ugye nincs benne. V. Nope. Le a... Le a S. La S. Le mi? Le a... Segítek. Igen. Ez a szó a Trophy Road-nál van. Trophy Road. Az né, Trophy Road. Ott van valahol. Biztos nem érted rosszul? Nem. Zsászok, ha ti már kitaláltátok és itt izéltek, hogy én miért nem találom ki, akkor elnézést. De tényleg, ez mi lehet? Na jó, akkor Trophy Road. Várjatok, gondolkozok egy kicsit, hát ott mik szoktak ott írva lenni? Várjatok. Hát csak a brawlerek meg ilyen, he? A statistics? Nem, nincs benne, mely. Le... De hiába gondolkozom, mert ez egy szövegben van benne, hosszú szövegben van benne. Éj, hogy is szövegben van benne? Hát! Hát egy szövegben van bennem. Hát akkor ez is a Brawl Stars-hoz kapcsolódik. De. Na mindegy, akkor most csak random tippelnek, mert nem tudom mi lesz. Akkor mondom azt, hogy... Hát de mi az, hogy az elején ilyen nehéz? Neked csak ilyen nehezeid vannak amúgy? Nem. Többi már könnyebb lesz. Igen. Remélem. Mondom akkor azt, hogy hogy Leaps. Hát csak úgy tippelnem, hogy dóként. Ja, mondj egy betűt. Hát de, hogyha tippelek szót és az is rossz, akkor is már kiestem. Rosszat mondtál, tehát... Igen. Mit mondtál? Az, hogy Leaps, Leapes, de ugye alapból F nincs benne, szóval Leaps. Na, szabad a gazda? Ja, na kíváncsi vagyok, srácok. Rögtön Leaches. Leaches? Mi? Na várjatok, srácok, ennek utána nézek. Mint ahogy, na várja, itt van ugye a Trophy Road. Én most nem fogadom el. Hol? Ja, ez be a hosszú izébe. Igen, várjatok, srácok, gyors átállítom angolra a játékot. Na, akkor itt van, angolra van állítva a játék. Gondolom, itt van fent. Leech és kajak, hallod? Hát de ez honnan kellett volna kitalálnom, hogyha németül játszom a játékot? Hát ne németül játszod a játékot. De akkor nem tudom lefordítani a nézőknek. Na mindegy. Hát úgy jobban ért. Na jó. Viszont akkor reménykedek, hogy... Hát de nem már, nekem tök könnyűk vannak. Nekem is könnyű én tényleg van tényleg olyanokat választhatom, amit... Na jó. Hát szóval, srácok, itt van a képernyőmön. És hát a telefonomba írtam bele. Azért nézek most le. Oké, akkor az. Várja már. Szerintem ez így ennyi. Várj, mennyi is? Egy... Várja, megnézem, várja. Ez biztos jól csináltam, várja. Ez neked rövid, vagy könnyű? Aha, várja. Na, nem lehet bejelölni. Várja. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, jó, akkor jól csináltam. Ez 9 mindenképp, jó. Mi a franc? Na tippelj. Na, akkor kezdjük. Hát a betűvel akkor. A betű. Na, hát nem is rossz kezdés. Ja. A. Rendben. Nézzük. Beszélj kicsit hangosabban, lehakultál. Jó, van. Várjál. Akkor gondolkozok. Legyen akkor E betű. E, mint tudod, ettél. Oké. Okay. Na. Nincs E betű. Ez már az első hibád? Nem mondna. De. Képzeld-e. Júj. Mindjárt leesik a telón. S. Sömind Sándor. Várjál mindjárt. Itt bajlódok a telefonommal. Egy kicsit leállt a... Észkem, remélem nem baj. Ó, srácok, várjatok, el kell indítanom gyors, hogy Bravo TV-t. Bocsánat, srácok, remélem nem unatkozhatok. Na, ugye, mit mondtál? E betűt? Sömint sivatag. Ja, akkor várjál egy kicsit. Szerintem így jó. Mi? Na várjál akkor. Akkor nem jóra gondoltam. De pedig ez könnyebb, mint te. Ezzel már sokat találkoztál. Mondjuk, lehet, hogy mi nem kéne segítenem. Hát, várjál. Ez is le van írva. De ne használd a izé. Én nem használom, én gondolkozok. Persze, remélem. Várjál. Legyen akkor a G betű. G mint Gábor. Gigantikus. Várjál. Hátszili, sajnálok. Akkor miért? De figyelj, most még gyors izé belehúzol, aztán semmi gond. Figyelj, most még gyors kitalálsz. Pár izén. Hát de várj, elküldöm neked még egyszer a szót, hogy azért tudjad, hogy akkor... És akkor most jöhet egy segítség, hogy hol lehet ezt megtalálni, ezt a szót, jó? Már hogyha négyet lehet tippelni, akkor a harmadiknál hogy legyen már egy kis segítség. Hát az túl nagy segítség lenne, ha elmondanám, hogy hol. De én is elmondtam, hogy hol van. Hát az túl nagy segítség lenne. Hát akkor? Hát te se adtál eléggé nagy segítséget, úgymond. Hát mondtam, hogy ott van a Trophy Road-nál. Hát de sosem találkoztam még bele, mégse. De meg ezzel már eléggé sokszor találkoztam. Tényleg, ez a segítség, már mondtam a segítséget. Eléggé sokszor találkoztam már ezzel a szóval. Hát... Na várj, mondom úgy, hogy már játszottál is vele. No, no várjál. Milyen játékmódok vannak? Hát figyelj, lehet nem csak
játékmódokkal lehet játszani, lehet karakterekkel is játszani. A kicsába. De lehet hát mégiscsak, hogy játékmód, szóval ki tudja, próbáld ki. Hát várjál. Hát ez egy nagy segítség volt szerintem. De ugye nem szabad utána nézni. Tudom. Remélem, nem nézte utána. Lő, mind Lajos. Get, nem csinálod magad? Hogy beszélsz? Vigyázz a szádra. Tényleg. Nem sajnálod magad, Cili? Mert mindjárt rájössz, miután elküldtem. Elég hosszú ideig írsz, Benni. Hát, meg gondolkozok. De jó, még lehet már... tippelni? Aha, hát ez már easy. Ez akkor már egy B, Bömint, Bálint, egy olyat. Hát, ez már túl könnyű. Csak tudod, biztosra menjek. De már tudod milyen? Ja, várjál, rosszul csináltam. Várjál. Hát akkor Bravo Ball, vagy mi? Ja. Az, várjál, rosszul írtam. Egy pont azért, ide. Azért még egyszer. Még egyszer azért beírom. Na várj, akkor feljegyzem, hogy nekem van egy pontom. Egy pont ide. XD. Na, így nézd, akkor ugye... Bravo. Neked lesz egy választási lehetőség. Hát, de mondom, hogy nekem tök könnyűek vannak, hallod. De még ilyenekkel jött, hogy Leagues. Hát komolyan, erre hogy kellett volna rájönnöm? Sosem dolgoztam még vele a Brawl Stars-ban. Na, Benny, válasszál. 2, 3 vagy 4? 8. Oké, akkor 8-nak a fele az 4, tehát akkor a 4-es lesz. Jó, tökéletes. Akkor 4-es. Remélem el fogom tudni találni, mert hogyha nem tudok egyet sem lokkolni, hát mondjuk úgy is lok mindjárt. Jó, írtam. 4. 4 betű tényleg, vagy már megint tört, mint előbb? Igen, 4 betű. Jó, remélem. A pont is betűnek számít? Nem, az csak negyedik, tudod, mert a pont az egyenlő D-vel. Nem úgy értem, hanem hogyha például egy pont szerepel a kitalált szóba, valamint ki kell találni abba a szóba. Az nem számít. Jó van, R. Rendben van. Ugye láthatjátok ti is amúgy a csetet, ugye? Arra, ott látszódik, arra szerintem. Szóval így, mintha azt nézném, nem? Na mindegy. Fogalmam sincs. Akkor kezdjünk egy normális A betűvel. Rendben akkor. Mi? Na várjunk csak. Fogalmam sincs, várjál már. Mi lehet 4 betűs? Várj, most egy kicsit gondolkozunk. Oké. Hát csak random mondok valamit, az így nem jut, na mindegy. I. Rendben. Ne, éci. Nehogy az legyen ott, hogy Nórai. Ne. Hallod? Ez mi? He? Na jó. E. Úgyhogy esély. E. E betű. Rendben. Léci, ne. Léci, egy E betű. Na, oh my god, ne. Mi? Várjál, nem jó. Kiterölte a csillagjaimat. Ez most mi? De mi? Várjál! Itt jön vagy, nem tudom. Né, tessék! Hogy írt egymás alá, vagy nem? Kombóztam. Csak egy E betű van benne. Hát ez van. Egy E betű. Azt mondtam volna, hogy Jean, de hát abban 2 E betű van, ugye Gene. Srácok. Ti tudjátok már, hogy mi ez? Én, nekem fogalmam sincs. Hát nincs benne se R, se A, se I, és hát a másik betűje az egy E. Akkor most egy kicsit gondolkozok. No? Várjál. Nem biztos, hogy ez egy brawler. Hát, szerintem nem is brawler ez, de várjál. Hát, vegyük, milyen izé brawlerek vannak? Hát nem is tudom az összeset fejből, várjál. Hát van egyszer a Shelly, aztán Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Brock Dynamite, aztán Bo, Tick és Ems. Ezek ugye az Z-k, ha jól tudom. Tovább, várj már, van még a Barley, a Pam, Piper, Dandy, hát sokféle van, de mi lehet a... nem hiszem, hogy brawler, nem. Brawlerek szerintem ki vannak zárva. Várjatok. Mi lehet az? Amúgy, srácok, ez a kis ilyen zúgás, vagy mi ennek a neve, ott a háttérben, az nem tőlem jön, az a szilárd mikrofonja. Csak mondom. Srácok, ezt most megpróbáljam, srácok. Nem tudom, na jó, egy próbát megér. M. Mi tudjátok, srácok, hogy mi ez? Léci. Előtte meg utána még van egy betű, csak a izét megint kizette. Jó, akkor most nem tudom, hogy biztosra menjek-e, vagy most már tippeljek. Mindegy, tippelek, mert hogyha biztosra akarok menni, és mégse az, akkor is elcsesztem. Szóval, Gems. Ez az! Jó, akkor én is tudok most már lokkolni egy karaktert. Nice.
Azt hittem, ezt nem fogok kitalálni. Amúgy azt hittem, hogy Jean, és akkor elfelejtettél valami evetőt, de aztán gondolkoztam, hogy vaj, Brawler az már biztos nem lehet, mert nem tudom, nem találtam olyan négy betűst, aminek a második lehetne az ebetű, és nem Jean, szóval... Mert te elkezdtem gondolkozni, hogy mik vannak ugye az alapképernyőn, és akkor így körbe mentem így az egészen, hogy ott van a Start Point, meg a Play Button, meg minden, és akkor ott volt, hogy várj, hát létezik olyan, hogy Gems. És hát akkor, ja, akkor írom az enyémet, jó? Hosszúk az enyémeim, de könnyűek. Várj. Ez 8. Hány betű? Ez 8, ja. Rendben, akkor egy O betű, O mind hol már. Ezt hogy? Csak O betűkből áll, jó? Érdekes. Na, persze. De ez megint úgy indul, mint az előbb a A betűvel. Ott is figyelj, kettő volt közötte, meg kettő. Szerinted legyek merész. Lász, hogy nem ezt tudod. Ez könnyű. De fel nem lehet. Ha rossz, akkor te szípsz. Hát, akkor egy, még egy biztonság kérdés. Se mind Samu. Mind se. De jó, hogy nem tippeltem. Mi? Ja. Hát akkor showdown, nem? Aha, de azért még leírom. Nice. Jó. Kettő ide. Itt van. Várj, meg kell hoztanom a paintet, mert nem tudok rajzolni. Na, akkor, ja. Hát na, akkor eddig az is. Mondom, hogy könnyűket csináltam.